Köszöntöm Önöket! A meleg nyári napokat lassan felváltja a szürke őszi időjárás. Ilyenkor nagy fejtörést okoz, mivel is öltöztessük a gyerekünket. Egyszerű jó tanácsnak tűnik, öltöztessük rétegesen. De mégis mit takar ez? Utána jártunk. Tartsanak velünk! A fiam megszületett, tél volt, mínusz 10 fok, hazavittük a kórházba, és a nagymama mondta, hogy a gyereknek kint kell lenni a friss levegő. Fél óra öltöztetés, pólyállás, takargatás, a gyereknek csak az arca látszott ki, kivittük az udvaron, mértük az időt, vártuk 5 perc, aztán több, 6, 10 perc, negyed óra, később már akár órákat is kint voltunk az udvaron. Barátnőm gyermeke megszületett márciusban, elmentem egy hónap múlva meglátogatni, és kérdezem, hogy olyan szépen süt a nap, nem viszont ki a gyereket sétálni. És mondta, hogy fúj a szél, mi még mióta hazajöttünk a kórházból, nem voltunk kint az udvaron. Így rácsodálkoztam, hogy hú, milyen jó, hogy nekünk a nagymama megmondta, hogy a gyereknek jár a friss levegő. Itt kicsit megzavarjuk a Babamama klubot, és nagyon csodás gyerekeket látunk, akit itt már úgy tűnik, hogy ilyen összeszokott csapat. Az első kérdésem rögtön az lenne, hogy mi változott a mai napon nektek? Hát mi úgy indultunk el, hogy leértünk a földszintre, és visszamentünk Addigádért és sapkáért. Tehát most van rajta először sapka, mert most már úgy éreztem, hogy annyira hideg van, vagy annyira fúj a szél, meg plusz kardigánt kapott, de... Nagyon összezavart ez az idő, mert így kinézve az ablakon nem látszik, hogy milyen hűvös szél fúj. Mi alapján szoktál öltöztetni? Hát inkább ilyen megérzés alapján, vagy ráérzés alapján általában előbb én felöltözök, megnézem, hogy ha kimegyek az erkélyre, fázom-e, és abból próbálom meg kitalálni, hogy vajon mit adjak rá. Kicsit melegebben szoktam öltöztetni, mint ahogy én öltözök, főleg már így őszi időszakban. És nem szoktad ezt tapasztalni, hogy ilyenkor akkor a gyerek, ha futkározik, akkor túlmelegszik? Azon vagy, hogy több réteg, és akkor szép lassan ezt leszedegeted? Hát igen, a réteg az mindenképpen jó dolog, hogyha egy plusz kardigánt adok rá, azt ugye le is tudom könnyebben venni. Hát én szeretek alapvetően rá szoknyát vagy ruhát adni. Még most úgy gondolom, hogy annyira nincs hideg, tehát egy harisnyával még úgy megoldható a szoknya. Ha már hűvösebb lesz, akkor talán... kevesebbet kap szoknyát, bár már vannak meleg harisnyák, úgyhogy megoldható. De mint láttam, a mászásban ez a ruha egy kicsit zavarja, úgyhogy lehet, hogy átállunk majd inkább a nadrágokra, kényelmi szempontból. Ilyenkor még kiszoktatok-e menni játszótérre, és ha igen, na ott mi beöltözteted a gyereket? Hát hál' Istennek, eddig még nem volt ennyire hideg, mert ez valóban dilemmaibb gondolkodtam rajta, hogy egyrészt szaladgálna, de le is ül a homokba, meg nem tudom, úgyhogy alulról mindenképpen plusz réteg. Nem tudom, talán akkor már a nadrág alá is megy majd harisnya, hogyha leül, akkor ne fázzon fel. Mi van akkor, hogyha elalszik a babakocsiba? Mit csinálsz? És nem ébred föl. Beviszed, és óvatosan leöltözteted, vagy? Volt, hogy bevittem, óvatosan leöltöztettem, egyszer bevált, nyugodtan leöltöztettem, aludt tovább, aztán pedig ordítva felkelt, és nem tudtam visszaaltatni. Hogyan öltöztetitek éjszaka? Tehát, hogy engem ez nagyon érdekel. Véknyan, nagyon véknyan. Most is még rövid body, rövid pizsama, mert kimelegszik nagyon. Főleg betakargatom, sokszor kitakarózik, de általában inkább véknyabban öltöztetek. Mert volt már, hogy ilyen vastag pizsamát ráadtam, reggelre olyan vizes volt a feje, meg minden, inkább véknyabban próbálom. Ha kitakarózik éjszaka, nem szoktál ráparázni, hogy meg fog fázni? Annyira nem, mert mindig van, aki betakarja, betakargatjuk, meg valahogy eddig soha nem volt olyan, hogy így emiatt fázott volna meg, ezért amikor tudom, betakarom, ha meg nem, hát így sikerült.
Tapasztaltál már olyat, hogy egy ilyen téli időszakban azért fázott meg, mert túl volt öltöztetve? Nem, mert én sose öltöztetem túl, inkább úgy, mint én öltözök általában. Egy picit rétegesebben, mondjuk ha én egy felsőbe vagyok, ráadok még egy sportfelsőt, vagy egy mellényt, de amiatt nem fázott még meg soha. Milyen egy őszi öltözék nálatok? Hát például egy nadrág, zokni, egy májka, vagy body, egy hosszú felső, és akkor arra vagy jacky, vagy egy sportfelső, vagy sportfelső mellénnyel, sapka, ugye ez attól függ, hogy mennyire van hideg. Mennyire bírja a sapkát? Bírja, ahhoz képest mostanában egész, mert ugye most volt 2 éves, elég jól megérti, hogy sapka kell, meg miért kell. Most az előbb is, hogy fújt a szél, így beizélte a szemét, úgyhogy zavarja, mondtam, hogy kell, úgyhogy megérti. Nem tud mit tenni. Tudsz nekem valamit mondani ide a mikrofonban? Nem, mondja, szia! Ne gyakorlj! De szia! Puyi, azt tudom mondani. Puyi? A puyi a cumi? Igen. Szia, hát itt szia. Látom, hogy nagyon vagány nadrág, igen, póló. Köszönjük. Na mennyire figyelsz ilyenkor, hogy póló vagy body legyen, takarva legyen-e a dereka, vagy ne legyen takarva? Én már is úgy tanultam meg, hogy magamat nézzem. Valahogy így szoktam meg, ha én nem fázok, akkor ugyanúgy öltöztetem, mint én. Mondjuk rajtam van most egy nadrág, ugyanúgy rajta is, egy póló, és akkor ráadtam neki egy kis kardigánt, úgy mondom. És akkor így van megszokva. Mondjuk, amikor megszületett, mindig hallgattam Komorowski doktort, és akkor ő is mindig úgy mondta, hogy az anyuka úgy nézi a gyereket, ahogy neki fázik, nem fázik, szóval így van megszokva. Nem inkább az időjárás, mert mindenkinek a gyereke, neki megvan az ő termoregulációja, mert így mondom oroszul, bocsánat. És akkor valahogy így szoktuk meg. Mert tudom, hogy ő nem nagyon bírja a meleget, mint az apukája, inkább olyan típusú. És akkor tudom, hogy már is kiizzadt, az a legrosszabb, hogy ne legyen beteg. Adtak-e neked tanácsot így szülők? Nem adnak tanácsokat, ha én mondjuk nem kérdezem. Nagyon tisztelik az, hogy öltöztetem neki. Na, minden tetszik a két mamának. A férjem is valahogy inkább engem hallgat. Szóval nekünk nincs ilyen más tanács, ha mondjuk nem kérdezem. Én tudom a legjobban a gyermekemet. Mibe alszik éjszaka? Nyáron mondjuk pucéron is aludt. Ilyen is volt. Látom, hogy ő izzad, nem szeret betakarózni, úgyhogy most rajta egy kis ilyen pólót veszek rá, vagy egy kis májkát, és így alszik. Mikor szoktatok átváltani pizsamára? Pizsamára? Hát amikor már szerintem hűvösebb lesz bent, még valahogy tartja a háza meleget, úgyhogy meglássuk. De az is ilyen, az a fő, hogy natúr legyen az anyag. Mennyire szoktatok figyelni arra, hogy hány fok van a szobában? Először figyeltem, tudtam, hogy 18-20 fok kellett, hogy legyen. Most valahogy én már érzem. Megfázós baba? Tehát nem szokott beteg lenni? Nem szokott. Komolyan mondom, hogy nagyon örülök ennek, de nem. Lehet az anyatej is, lehet minden egybe szerintem. Milyen a tavalyi évben az őszi öltözködésetek és a téli? Igen. Volt nekünk egy őszi overall és egy téli overall. Ez volt nekünk az ideális ruha, amikor még ilyen egy évig, amikor még kicsi a gyerek. És akkor csak a sapka változott. Akkor volt egy őszi sapka, egy még melegebb, ami ősz meg tél között, és volt egy téli sapka. És valahogy így volt. Persze a lábára. A cipő, az változott, igen. Nagyon zavarta az overall. Szóval ő olyan mozgékony, és őt zavarta, igazán mondva. Amikor már elkezdődtek tavasszal a kabátok, akkor már sokkal könnyebb volt. Hol szoktad ellenőrizni, hogy melege van-e a gyereknek, vagy nincs? Hát itt a fején, na itt a tarkójánál megnézem, meg a kezét megnézem, hogy mennyire meleg van, hogy izzadt is már mondjuk annyira meleg. Mert volt, hogy már úgy túlöltöztettük mondjuk télen, nem gondoltam, hogy annyira melege lesz, ugye bemelegszik azért, ahogy ül. Szoktatok kimenni, ha rosszabb idő van? Hát mindig kimegyünk, van udvar, úgyhogy mindig kint játszik, ha egy fél órára, akkor egy fél órára, de kimegyünk mindig. Ha fúj a szél, még ilyen szeles időben is bármikor felöltöztetem, és kimegyünk. Most egész nap nem ülhetünk bent, ugye? Azt meg szoktad engedni a fiadnak, hogy például vízbe beletocsogjon így össze? Igen. Gumicsizmába. Igen, az a lényeg, hogyha nem engedem meg, akkor úgyis belemegy.
bármilyen módon. Így meg felöltöztetem gumicsizma, meg olyan ruha, ami mondjuk vízálló, vagy ilyesmi, és akkor engedem neki. Meg megvan tanítva, hogyha megy ilyen motorra, akkor meghajtsa magát, és felemeli a lábát, amikor a vízbe megy. Úgyhogy muszáj valamit. Mondom, olyat nem lehet, hogy nem engedek mindig mindent, mert akkor csak sírás a vége. Mibe különbözik nálatok egy őszi és egy téli öltözék, és illetve mennyire bírja a gyerek? Mondjuk a harisnyát azt egyelőre jól bírja, mert ugye sokat van szoknyába, és akkor ilyenkor kerül rá harisnya a szoknya alá, azt elég jól bírja. Amiket nem szeretett, ezeket a jack is, tehát amiben tényleg már nehezebb mozogni. Viszont ugye tavaly ősszel, téli időszakban még ugye nem tudott járni, nem mozgott sokat, úgyhogy a kocsiba volt, ott muszáj volt ráadni, de úgy megszokta. A kesztyűt ezt egyáltalán nem viselte magán. Azzal próbáltam a kesztyűt kiváltani, hogy vannak ilyen hosszabb ujjú jackik, ami takarta valamennyire a kezét, és akkor nem volt teljesen fedetlen a keze, de a kesztyűt összörögtön lerángatta magáról, az egy teljesen fölösleges dolog volt ráküszködni. Sapka? Mi van a sapkával? Hát olyan sapkákat hordott, ami megkötős, mert a nem megkötőset azt leszette, úgyhogy nekünk az vált be, az valamennyire tűrte magán, hogyha megkötöttük. Amikor már fúj a szél, akkor már sapkát használtok, vagy inkább a hidegre figyelsz? Hát ez attól függ. Tehát ma például azt mondom, hogy annyira nem volt hideg, de ez miatt a szél miatt került rá, de akkor egy ilyen vékonyabb cérna sapkát adok rá, ami azért a fülét takarja. Hát ha majd hidegebb lesz, akkor már jönnek elő a dupla vagy bélelt sapkák, az már melegítsen is. Alapvetően megfázós gyerek, vagy volt már beteg? Hál' Istennek nem nagyon beteges, volt beteg tavaly ősszel is, tavasszal is, de rövid ideig volt beteg, és egész jól átvészelte, azt kell mondjam. Probléma az, hogy évszakváltásnál mibe is öltöztessük a gyereket. Reggel még hűvös idő van, délután nagyon kisüt a nap. Te, mint óvónéni, mit tapasztalsz, hogyan öltöztetik a gyerekeket ilyenkor a szülők? Hát én azt tapasztalom, hogy nagyon változatos, ahogyan öltöztetik, de mi azt próbáljuk tanácsolni a szülőknek, hogy rétegesen öltöztessék ilyenkor a gyerekeket is. Tehát, hogyha még reggel hűvös van, akkor felöltözve, de később le tudjuk venni, mikor kisüt a napocska és szaladgálnak a gyerekek. Tehát jó, hogyha van rajta egy póló, sportfelső vagy bármilyen felső. Mikor hideg van, akkor fel tudjunk öltözni, mikor pedig meleg van, akkor le tudjuk venni, hogy ne izzadjanak le a gyerekek. Mennyire szeretnek a gyerekek öltözködni? Mondjuk például egy délutáni vagy déli lefekvésnél. Szeretnek. Általában szeretnek. Aki még nem annyira tud, néha egy kicsit besegítünk, de az a cél, hogy önállóan öltözködjenek. Mindent, amit meg tudnak csinálni egyedül, azt önállóan végezzék el a gyerekek. Mennyire tudnak öltözködni a gyerekek? Azt mit láttok ti? Hát azért nyilván már a nagy csoportban elég jól tudnak öltözködni a gyerekek. A kis csoportban, bölcsödében ott még nagyon kell nekik, sokat kell nekik segíteni, és szemmel látható a fejlődésük. Mire nagy csoportosok lesznek, addigra már egész profik az öltözködésben. Van egy sorrend, hogy a cipőt veszük fel először azért, hogy ne izzadjon rá addig se a felső, mert míg 20 gyerek felöltözik, addig bizony az ügyesebbekre ráizzadhat a ruha. Mennyi időbe telik, míg elkészültök egyáltalán kimenetelre az udvarra? Hát azért egy jó 20 percet rá kell szánni, amíg
15-20 gyereket felöltöztetünk. És ilyenkor mi van? Az egyik gyerek felöltözik, és szép sorba megvárja, míg a többi is elkészül? Igen, tehát erre jó a közösség, türelmet tanulnak, tudnak egymásnak segíteni, olyan is van, hogy segítenek egymásnak. Jó ezt megtapasztalni, hogy nem kicsúfolják egymást, hanem besegítenek egymásnak. Mennyire öltöztetik a gyerekeket ilyenkor, már ősszel, amikor hűvös van túl, vagy alul? Mit tapasztaltok? Előfordul ez is az is. Ritkább eset az, amikor alul öltöztetik a gyerekeket, inkább gyakoribb, amikor túl öltöztetik. Hát ilyenkor próbálunk a szülőkkel együttműködni, ajánlani, hogy nem kell olyan vastagon öltözködni még. A szülők mennyire hallgatnak rátok, ha valamit tanácsoltok? Hát általában azért meghallgatják az óvónénit, de az is meghatározó, hogy ők otthon a családban, mik a szokások. Tehát azért egy nagyon fázós családnak hiába fogom mondani, hogy nem kell olyan vastagon öltözni, ha a gyerek otthon úgy szokta meg. Mi van olyankor, ha kicsit rossz idő van? Ragaszkodtok-e ahhoz, hogy a gyerekek ilyenkor is kint legyenek a levegőn? Hát az a helyzet, hogy a gyerekeknek szükségük van a friss levegőre, ragaszkodunk hozzá természetesen. Vannak ilyen kialakított pavilonjaink, amiben rossz idő esetén is valamennyi időt el tudnak a gyerekek tölteni, vagy az épület körül sétálunk egyet. Rossz idő esetén is megoldjuk a gyerekeknek, hogy friss levegőn lehessenek. Azt láttam az előbb a gyerekeknél, hogy versengtek, hogy ki fog először öltözködni. Ez is egy játék része esetleg itt nálatok? Igen, szeretnek versenyezni a gyerekek. Aki hamarabb felöltözik, hamarabb odáll az ajtóhoz, és akkor ő megy elő, vagy ő fogja az óvónéninek a kezét. Hogyha üzennél a szülőknek, mi az szerinted az az őszi és téli öltözék, ami általában például egy óvodába szükség van? Hát szerintem egy póló mindenképpen alulra, télen és ősszel is, egy vékony pulóver, esetleg még egy sportfelső, vagy egy ilyen könnyű kis laza felső. Akit lengében öltöztetnek, ritkábban beteg. Tehát jobban hozzá van szokva a szervezete. Mert hogyha rétegesen öltözködünk, akkor tudunk könnyebben alkalmazkodni. Amikor melegünk van, levesszük, amikor fázunk, felveszünk még egy réteget. Nem jó az, amikor a szülők például a gyerekeknek a száját betekerik sállal. Nagyon gyakran előfordul, de azért ezt szoktuk mondani, hogy ezt nem kell, mert akkor bepárásodik, akkor az, ha esetleg beletüsszent, beleköhint, akkor a bacikat visszaszedi. Úgyhogy télen is szüksége van a gyerekeknek a friss levegőre, hogy kint legyenek a természetben. Nagyon szeretnek hóembert építeni, hógolyózni. Mert a mai témánk az öltözködés. Igazából öltözködés hogyan évszakváltásnál? Engem az érdekel, hogy egy hirtelen nyárból átugró őszi időbe. Mi az, amit ilyenkor célszerű ráadni egy gyerekre, hogy ne is öltöztessük túl, és ne is öltöztessük alul? Hát általában én azt szoktam mondani az anyukáknak, hogy mindig úgy kell öltöztetni a gyereket, hogy ahogy magunk öltözünk. Hát ha mi rajtunk van egy könnyű póló, akkor a gyereknek se kell kabát vagy bunda. De ha mi rajtunk van egy valami szvetter, vagy valami hosszú ujjú felső, hát akkor a gyerek se lehet pucéron. Plusz a gyerek, akár most már lehet, hogy nem annyira az utóbbi időben, de eddig azért be szokott pisilni, ki szokott folyni, erre mindig számítani kell, hogy akkor az a gyerek egy kicsit ülhet vizesbe is. De úgy kell öltöztetni mindig, ahogy mi öltöztettük maga, ahogy mi öltözünk egyedül. És főként rétegesen. Mi van, hogyha mi kevésbé bírjuk a hideget, és úgy érezzük, hogy a gyerekre még több ruha kell? Megszületik rögtön valaki, és az már egy ember, akinek megvan a saját hőfok érzékelése, mit szeret, mit nem szeret. Mint anyuka mindenki tudja, hogy
erőszakolni egy gyereket semmire nem lehet. Amit a gyerek akar, csinálja, amit nem, nem. És minden anyuka kitapasztalja, hogy ez az én gyerekem nem szereti a nagyon meleg ruhákat. A gyerek, amikor megszületik picike, neki még őt túl lehet melegíteni, őt le lehet hűteni. Ha a gyereket nem öltöztessük fel picikorba jó, akkor neki az energiájának a 70%-a arra megy, hogy fenntartsa a hőmérsékletét. Akkor az ilyen gyerek nem hízik, nem gyarapodik, nyugtalan. Na de ez ránézve egy gyerekre senki nem tudja megmondani, és egy anyuka tudja kitapasztalni. És megvan az az arany közép, hogy mit kell ráadni. Rétegesen kell öltöztetni, hogyha kimegyünk és kimelegedett, akkor le tudjuk róla venni. Na de ha a gyerek gyerekkocsiban van, nagyon kell arra figyelni, hogy abban a gyerekkocsiban mindig van egy saját mikroklima. A nagyon nagy melegben ott még melegebb van, a hidegben ott megint hideg van, mert hát azért valami műanyag, valami a levegő nem annyira mozog benne, és ha fagy van, akkor egy kicsit jobban fel kell azt a gyereket öltöztetni, aki kicsi, nem mozog, nem fut. Általában úgy szoktuk mondani az anyukáknak, hogy egy réteggel több kell, mint van egy felnőttön. Na de az is minden gyerek más, mert ha az anyuka leveszi róla a kis sapkát, és lássa, hogy a hajecskája vizes, akkor ennek a gyereknek melege volt, ez nem jól érezte magát. Az igaz, hogy nem a kézről kell megállapítanunk, hogy fázik-e? Nem. Van gyerek, akinek mindig hideg a keze, és még akkor is, ha van 39 fok láza. És hol tudjuk ezt leellenőrizni? Hát általában, ahol a nagy erek mennek így a nyakán, meg szoktuk nézni, hogy a gyerek milyen meleg-hideg. Mi van olyankor, hogyha a gyermeket kinnaltatjuk? Általában súlyos tüdőgyulladásnál nem visszük a gyereket ki, de egy bronchitisnél, egy megfázásnál okvetlenül sétálni kell neki. Plusz fel kell nekünk arra figyelni, hogy mindig szellőztetni kell. És egy olyan 22-23 fok a szobában, ahol a gyerek játszik, elég, nem kell 26-27-nek lenni, 26 foknak fürdéskor kell lenni a csecsemőnek a szobába. És kint altatni nagyon jó a gyereket, mert anyuka, akinek gyerek van, az tudja, hogy a gyerek kint nagyon nyugodtan alszik. De ilyenkor általában egy réteggel többet szoktunk tenni a kocsiba. Csak nagyon kell figyelni, hogy az a gyerek a kocsiba fekszik, és a kocsiba okvetlenül legyen valami matrac a gyerek alatt. Meg tud fázni egy gyerek, hogyha kint alszik? Hát ha nincs felöltözve, igen. Vagy ha kint felejti az anyuka 4-5 órára. És ha például betévedünk egy játszótérre, na ott mi a középút? Öltöztessük le, és akkor utána gyorsan vissza, vagy mi a helyes ilyenkor? Figyelni kell, hogy az a gyerek ne izzadjon meg. Úgy legyen felöltözve, hogy komfortérzése legyen. Ha megizzad a gyerek, akkor nem lesz jó. Ha pedig lenne az a gyerek futkos és natur, a májkácskája, natur az ingecskéje, az magába szívja az izzadságot, és akkor vizes borogatást kap az a baba a hidegbe, abból semmi jó nincs. Erre kell mindig felfigyelni, hogy a ruha a gyereken ne legyen izzadt, ne legyen vizes. A gyereknek a bőre lehet izzadt, de az megszárad a melegtől, amit ad a test. Csak a ruhája ne legyen. 23 fok kell, hogy legyen benn, 26 fok a fürdetésnél, és mi van az alvással? Hát attól függ, hogy az a gyerek hogy alszik. Van gyerek, amelyik lefekszik, az anyuka betakarja a pokróccal, és az a gyerek reggelig úgy alszik. Akkor ott lehet egy ilyen 21-22 fok is. De ha az a gyerek egész éjszaka hánykolódik, rúgja magát, és csak pucéron alszik, akkor ott kell egy 23-24 fok. Megvan mindennek az okos közepe, és úgy kell viselkedni a gyerekkel. Hát ez is egy élőlény, egy ember, egy én, akinek nem kell összetörni a szárnyát. Van gyerek, aki igen nem bírja a meleget. Van gyerek, aki fázik. Na tehát ezt ki kell az anyukának tapasztalni, ezt nem adják vele a szülészeten rögtön az irányítást, hogy így vagy úgy. Volna karika, karika, forduljon ki gábolca, gábolkának. A hideg levegő önmagában nem okoz betegséget, az alul vagy túlöltözöttség annál inkább. Indulás előtt mindig ellenőrizzük az időjárási viszonyokat, és gyermekünket öltöztessük ennek megfelelően. És ne feledjük, nincs alkalmatlan időjárás, csak alkalmatlan öltözék. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, két hét múlva újra várjuk Önöket. A viszontlátásra!